A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Az elmúlt időszakban nagy gondot fordítottunk arra, hogy megismerjük, megidézzük azokat a futballlegendákat, amelyek meghatározták Székesfehérvár sportéletét piros-kékben, tehát a Videóton egykori labdarúgóit is hívtuk ide. És nemrégiben volt egy olyan találkozó, ahol az 1976-os ezüstérmes, de számunkra bajnok csapat tagjai is összegyűltek Sóston, és hát ott volt egy olyan legenda, akivel nagyon régen találkoztunk, és most meginvitáltam, aki nem más, mint Kovács József. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Szervusz, üdvözlök én is mindenkit. Az elegancia apostola, mondhatjuk így is. No, kezdjük a kezdeteknél, hiszen egy Balaton lelei srác, aki Székesfehérváron alkotott maradandót a futballpályán, 14 évesen kerültél ide. Én azt hiszem, hogy ez egy meghatározó pillanat volt az életedben, de nyilvánvaló a tehetség az utat tör magának, mondom én. No, beszéljünk egy kicsit arról az idekerülésedről, hiszen azt tudjuk, hogy a ságvári műszaki szakközépiskolába felvételiztél, és ráadásul rokoni szálak fűztek ide egy másik legenda, hiszen Bognár Feri bácsi egyrészt nagyon hasonlítotok egymásra, hasonlítottatok, másrészt pedig ő is söprögetőt játszott a régi vadásztörténgyári Vasasban. Igen, hát tehát már az indulásom ugye adott volt itt a labdarúgás területén. Ráadásul Balatonlellén, ahol ugye az általános iskolában jártam, olyan testnevelő tanárom volt, aki imádta szintén a labdarúgást, és a környék faluival felvette kapcsolatot, és biciklivel, gyalog, hogy lehetett elérni a környező falukat, szervezte a mérkőzéseket nekünk. És hát jártunk fel Fehérvárra, ugye állandóan a nagybátyámnak a mérkőzéseire, és az iskolában pedig hát éjjel-nappal futballoztunk szünetekbe, délután, mert tényleg úgy kellett bezavarni bennünket este már, hogy na, hagyjátok abba. Úgyhogy ilyen körülmények között nőttem fel, és kerültem Fehérvárra, ahol aztán a gépipari technikumba, hát először kollégiumba helyezkedtem el, vagy helyeztek el, utána kerültem a nagybátyámékhoz, és hát itt kerültem kapcsolatba lényegében a Videótonnal, a ifjúsági csapatával. Gantner Jani bácsi volt akkor az ifjistáknak az edzője. Ugye a Külajos itt akkor már menő játékosnak számított ebbe a korosztályba. És itt végigjártam a ranglétrát, míg aztán ugye 68-ba sikerült az első NB1-es mérkőzésemen tartalékként. Nagyon fontos kérdés, hogy hol sajátítottad el, és hogyan azt a kivételes technikai tudást, ami jellemzett téged pályafutásod során? Hát, mint említettem, ugye éjjel-nappal fociztunk, tehát itt az ember önkéntelenül is ráragadt, elsajátította azokat a technikai elemeket, amik a későbbiekben szükségeltetett a magasabb szinten is. Tehát ha nem volt csapatjáték, akkor olyan helyen laktunk, édesapám egy raktáros volt, egy nagy szolt karbantartó raktár részlegénél, és ott különböző szakmák voltak, autószerelő is hatalmas nagy garázsajtókkal, előtte le volt betonozva egy olyan 10x10 méteres rész, és akkor, mikor hazamentek a munkások, akkor én nekiálltam rugdani az ajtónak a labdát. Na most itt ugye már felvetődik az, hogy hát elfárad az ember, ha nem úgy rúgja neki a labdát, hogy pontosan hozzájöjjön vissza. Tehát rákényszerültem arra, hogy annyira odafigyeljek arra a rúgásra, hogy az a labda hozzám jöjjön vissza, hogy ne kelljen annyit futni. Tehát ilyen gyakorlatok is, ilyen
mesterségek is közre játszottak abba, hogy az ember ezeket az alapdolgokat teljesen játította. Egyébként mi abban az időben, abban a szerencsében részesültünk, hogy azért testközelből láthattuk a mérkőzéseket, az edzéseket, ugye tartalékcsapatban, illetve az IFI-ben, és én azt figyeltem meg, hogy az eleganciád az kicsit ugyanolyan volt, mint a Bognár Feri bácsié. És igen, nem csak külsőleg hasonlítottatok egymáshoz, hanem a játékotok is. Igen, szóval abban az időben legalábbis én szerintem nagyobb kunsznak számított egy védőnek úgy elvenni a csatártól a labdát, hogy nem faltolja le, tehát nem erőszakot alkalmaz, hanem ellesi azokat a mozdulatokat, amikor megszerezheti a labdát. Tehát talán nem datálódik nálam ez a játékstílus. Ugye a feljutás után jött a kiesés, aztán utána végleg ugye a Videoton elkezdett elindulni felfelé, hova tartozott, és hát nyilvánvaló, hogy fontos időszak volt ez a számodra, hiszen egy olyan csapat, ezt máig fújjuk egyébként, az ezüstérmes csapatot, eljuttunk oda is, de téged már korábban felfedeztek, hiszen ott lehettél az 1972-es müncheni olimpián. Az egy olyan időszak volt, hogy én azt gondolom, és nagyon sokat beszélgettünk erről Külajossal is, hogy egyrészt esélyesként utazott ki a csapat, másrészt pedig a borzasztó szerencsétlenségnek köszönhetően nem lettél olimpiai bajnok. Igen, abban az időben óriási nagy időzőben ellentét volt vidék és a főváros között. Tehát annyira favorizálták a fővárosi csapatokat és ezáltal a játékosokat is, hogy vidékről nagyon-nagyon nehéz volt felkerülni a válogatottba. Egyrészt ezért volt az, hogy talán kevesebbszer is szerepeltem, mint amennyit talán lehetett volna. Másrészt visszatérve az olimpiára, hát igen, ugye előtte sorozatban hozta a magyar válogatott az olimpiai bajnoki érmeket, és ez volt az elvárás 72-ben is, tehát más nem is lehetett jó, más nem is fogadtak volna el. Hát sajnos ugye abban az időszakban alakult ki az a lengyel válogatottnál az a mag, aki aztán a későbbiek során nagyon szép eredményeket ért el Európa világbajnokságokon, és hát pont velük kerültünk össze. Itt a döntőben sajnos én nem játszottam, Rudi bácséknak más volt az elképzelése a csapat összeállítása kapcsolatban, de természetesen hát borzasztóan drukkoltunk a csapatnak, hogy nyerjen, ami jól is indult, ugye? Így van. Márdi Béla góljával vezettünk, de aztán jött Dejna is, és sajnos kikapcsolt. És hát ugye, hát ez egy olyan csapat volt, hogy Dejnát említette, Tomaszewski védett, Látó Sármak Gadoha volt a csatársak, Dejnáról már beszéltünk, Lubánszki szintén játszott, tehát fantasztikus képesség. Gorgon söprögetett. És egyébként nem véletlen, hogy két évvel később ott voltak a világbajnokságon és az élmezőnyben ez a lengyel csapat. Igen, igen, és hát a másik, amit én most nem régen tudtam meg, talán nem tudom, beszélte Lajos erről, Külajos, hogy a lengyel csapat ugye, mivel előtte a harmadik helyére az NDK és a Szovjetunió játszott, történt egy hallgatólagos megegyezés az X-el kapcsolatban, és így mind a két csapat megkapta a bronzérmet. Mert abban az időben az volt, ha döntetlen, akkor nincs újrajátszás vagy hosszabbítás, hanem mind a két csapat megkapja az érmét. Igen, és ez lehetett volna a döntőben is. Igen, igen, igen. Hogy indult a fejlődésed? Hiszen nyilvánvaló az olimpiai válogatottság az egy lépcsőfok volt. És akkor már a Videoton is elindult felfelé, abban az értelemben, ami aztán kicsúcsosodott 76-ban. Tehát egy remek csapat alakult ki. Te hogy érezted, hogy állt össze ez a csapat? Hiszen ma is fújjuk, most már azért elmondom ezt a 76-ost, hogy Kovács Józsi, Nagyhárom, Kovács Józsi, és Kovács Laci, Nagyhárom, Kovács Józsi, Fejes, Baranyi, Vég, Karsai, Nagykettő, Csongrádi, Májer, Volek, Tíber, Szalmási, még lehetőséget kapott néha Kuti, és így tovább. Igen. Tehát ez egy csoda csapat volt. Ehhez viszont kellett az edző is, hogy ebből a játékos állományból egy olyan csapatot állítson össze, ami elindul felfelé. Kik voltak azok a mesterek, akik sokat segítettek, például neked is? Hát az indulásnál ugye a Kárpáti Béla bácsi volt annak idején az NB1B-be feljutott csapatnál az edző, utána a Németh Lajos bácsi, aztán jött a Turai Bandi bácsi,
és a vázat, tehát az alapot, ami ott az NB1-es csapatot, azt a Kovács Imre bácsi, a volt MTK-s, tette le az alapokat, és alakította ki azt a csapatot, ami aztán utána eljutott erre a szintre. Tehát ő egy fedezetet játszott ugye régen az MTK-nál, nagyon technikás játékos volt, és ő szerette ezeket a játékosokat, akik inkább technikailag mutatnak valamit, és így alakította ki a csapatot. Tehát ő, neki nagyon jó szeme volt, és nagyon jó pedagógus is volt. Ezt értem úgy, hogy tudott bánni az embereket, tehát mindenkihez megtalálta a hangot, habár ő elég tartózkodó egyéniség volt. És ezért nagyon tiszteltem benne, hogy mindenkivel azt a hangot megtalálta, hogy kihozza abból a játékosból a legtöbbet, ami aztán kellett a csapatnak a sorozatos győzelméhez, vagy a jó szerepléséhez. Ráadásul egy fantasztikus korosztály volt a tiétek. Igen, végül is abban az időben egy fiatal csapat jött össze, tehát volt idő, hogy összeérjen, és aztán utána Imre bácsi után jött ugye a Kovács Feri. Kovács bácsi, így van. Így van, aki aztán ezt a MTK-s vonalat tovább is vitte. Mert lényegében mind a két edzőnek a stílusa nagyon hasonlított. Tehát a jókat, plusz még amit a Feri bácsi hozzá tudott tenni, még hozzátette, és így alakult ki aztán az a 76-os idézőjelbe csúcs, amit aztán elért a ugye csapat. Megvolt a mag, tehát ti, és akkor jöttek a fiatalok, a Mayer Lali, Csongi, Szabó Józsi, Dorogról, Végtibi, akik 56-os korosztály, tehát megvolt a fiatal is, aztán utána a feltörekvő többi fiatal, ami a későbbi sikereket is hozta. Viszont mielőtt eljutunk 76-ra, beszélünk a válogatottságról. Nekem nagyon-nagyon hiányzott, hogy többször legyél válogatott. Ez fájdalmas a pályafutásodban? Bár tudjuk, hogy remek válogatottak voltak akkor, és nagyszerű védők, de azért mégiscsak. Hát én, mint előbb említettem, hogy a főváros volt favorizálva inkább, ugye, Kutas Pista bácsi volt az MLS elnöke, a Fradival nagyon jó viszonyt ápolt, de ennek ellenére tehát tényleg el kell ismerni, hogy ott volt a Páncsics Miki, ugye az én posztomon, utána a Bálint Laci szintén, tehát elég nagy konkurencia volt ezen a poszton számomra, és hát az a kis különbség az talán odaírható, amit említettem, a főváros jobb elismertségére. Egyik oldalról, másik oldalról volt az a két rosszul sikerült meccs, az, ugye az USA adta a tetőpontot, amikor ott sokan azt mondták, holott én azt gondolom, hogy ugye te két poszton is játszhattál volna, jobb oldali középpályásként és söprögetőként, tehát ezen mit mindig csodálkoztunk. Hát igen, első időszakban itt Fehérváron is a tartalékban és az NB1-ben is vagy az ifi csapatban is először csatárt játszottam, utána egy fokkal hátrább helyeztek egy időszakban, tehát fedezetet, támadó fedezetet, és végül is, amikor Kovács Imre bácsi ide került hozzánk, ő vitt hátra. Tehát nála alakult ki ez a posztom lényegében, ő adta meg azt a lökést, ami aztán végre erre a posztra engem oda helyezett. Hát visszatérve, ugye mondjuk ez az amerikai mérkőzés az már az én válogatottságomnak a vége felé, a idény vége felé történt, ugye túlságosan kitámadtunk, felazultunk hátul, és kontrákból ugye megvertek bennünket. Hát mondjuk ez elég nagy fiaskó volt, szó mi szó, de hát... 76. Nem beszélhetünk eleget róla, és nem csak azért, mert hogy ez egy, én azt mondom, hogy nagyon szomorú történet, ilyen értelemben, mert egy csomó játékos pályafutására is rányomta a bélyegét, ez az elmaradt bajnoki cím. Hát ugye itt meg kell említeni, hogy abban az esztendőben nyilvánvaló volt, hogy a Fradi és a Vidi harcol majd a bajnoki címért, és hiába voltak ott az összes többi pesti csapat, kiemelkedtetek a mezőnyből taktikailag, játéktudásban, mindenféle értelemben. És ugye az utolsó előtti fordulóig ez teljesen nyílt volt, és hát az Üllői úton történteket már ezerszer beszéltünk róla, de jó lenne, ha te is megidéznéd, hiszen ezt nem feledjük.
Igen, ez nagy hiányérzet mindenkibe, aki akkor szerepelt ebbe a csapatba, gondolom, mert tényleg abban az évben annyira összeállt ez a csapat, minden játékosa, hogy szinte ismertük egymás gondolatát, tehát és élveztük a játékot egymással. És ezt én úgy vettem észre, hogy a többi csapat is elismerte, hogy most mi vagyunk a legjobbak. Ominózus mérkőzésen, ugye az utolsó előtti volt ez a találkozó a bajnokságban, egy ponttal vezetett a Ferencváros előttünk, tehát nekünk nyerni kellett mindenféleképpen, hogy megelőzzük őket. Hát sajnos, mint utólag kiderült, ez is ki volt adva központilag, hogy fővárosi csapatnak kell nyerni a bajnokságot, most mindegy, hogy ki van ott, aki ott van, és lehetősége van megszerezni a bajnokságot, az szerezze meg. Most ilyen elvélet mellett került sor erre a mérkőzésre. Münz vezette ugye a mérkőzést, játékvezető, és hát én szerintem végig jobbak voltunk, jobban játszottunk, veszélyesebbek voltunk, vezettünk, és ugye rúgtam egy gólt, azt valamiért nem adta meg a Münz. Amiről nem is írt se a Nemzeti Sport, se a Népsport az akkori, se a Képes Sport. Igen, és ráadásul ugye hát előtte nem sokkal vezették be azt a szabályt, hogy labda elrúgásért kiállítás jár. Na most sehol egy csapatnál ezt nem vezették már olyan szinten, hogy a bíró senkinél nem alkalmazta. Hát nálunk a Mayer Lajosnál szegénynél ugye ezt felhozta a Münz, és azonnal kiállította a Lajos, tehát kevesebben is voltunk. És hát egy kapu előtti kavarodásnál szegény Pusztai Laci valahogy bekotort a labdát, így lett egy-egy. Tehát megmaradt az egy pont különbség. Mi az utolsó meccsen Szegeden játszottunk, a Fradi pedig ment Zalaegerszegre. Na most azt is a Kovács Feri bácsi mesélte nekem, hogy ő felhívta a Szőcs Jani bácsit, ugye ő volt az Zalaegerszeg edzője, hogy te Janikám, hát szólj a játékosaidnak, hogy próbálják meg hát a Fradival szemben mindent, hogy esetleg ha nyernének, az nagyon sokat jelentene számunkra. És akkor mondta neki a Jani bácsi, hogy hát Ferikém, ez már rég le van rendezve. Igen. Ahogy olvashattuk most egy visszaemlékezésben, abban az évben a Fradi 9 meccset vett meg. Hát igen. Ez érdekes volt. Nagy csalódás volt számotokra? Hát nagy csalódás volt, igen. Egyrészt azért, mert tényleg az egész mezőny elismerte a csapatot, hogy megérdemelnénk a bajnoki címet. Másrésztről meg, hogy ahogy nem engedték, hogy mi bajnokok legyünk. Tehát ez nagyon-nagyon elkeserített, és az igazságérzetünket nagyon bántotta, mint ahogy amikor a Kutas Pista bácsi lejött ugye az ezüstérmeket átadni a ünnepség keretébe, akkor hát a Szalmási Tomi elég kemény módon számon kérte tőle ezt a helyzetet, és ismerve a Kutas Pista bácsit, hát egy szót nem tudott szólni, pedig hát aztán ő úgy el tudta igazítani a játékosokat, meg más embereket is, hogy az ember azt se tudta, hogy fiú vagy lány, de most megszólalni nem tudott, vagy nem mert. Tehát ez is igazolta ezeket a, nem, most már nem álhíreket, hogy nem, ez le volt rendezve. És 10 000 néző szitta, hiszen a tartalékbajnoki meccs után mi is ott voltunk, és néztük, mikor hozta az ezüstérmeket, tehát az egy érdekes időszak volt. És jöttek a következő évek. Akkor már mi azt gondoltuk, hogy ez a csapat, hát ha nem is szétesik, de talán még megpróbálja, de utána viszont jöttek a következő idők. És ugye te is már 30 felett voltál, kicsivel, ugye, ha jól emlékszem, és akkor már volt külföld. És mindig csodálkoztunk azon, hogy kik tudnak kimenni, ugye a Bálint Laci már akkor kint volt talán, és vártuk azt a hírt, hogy ha valaki, akkor neked valahol nyugaton van a helyed. Igen, ugye ez 79-ben kezdődött el, és ahogy említetted, a Bálint Laci volt az első, aki
külföldre szerződött. Hát itt meg kell említeni megint a Kutas Pista bácsit, ugye, hogy a nagy fradista volt, és elsősorban a Lacit nagyon kedvelte. Hát majdnem második fiaként foglalkozott a Lacival, most elvonatkoztatva attól, hogy tényleg megérdemelte, meg jó játékos is. Tehát ő volt az első, aztán utána a Fazék ment ki Belgiumba, és 79 végén, 80-as évek elején volt egy lehetőségem nekem is Ausztriába. Egy közös ismerősünknek a barátja már régóta kint élt, és szerette sportot, meg jó kapcsolatot ápolt több bécsi sportklubbal, és ő megemlítette az én nevemet az egyik klubnál, amelynél a Schlechta, a régi osztrák válogatott neves fedezete, aki hasonló pozíciót töltött be az osztrákoknál, mint nálunk a Bozsik Józsi bácsi. Tehát nagy név volt osztrákoknál, ő volt ott az edző akkor, és többször eljött Fehérvárra, megnézte a játékomat, tetszett, és végül is mindenben megegyeztünk már. Mondta, hogy hát részéről ez természetesen maximálisan támogatva van, de hát az itthoni dolgokat azt próbáljam meg én intézni. És akkor ugye én felvettem a kapcsolatot az MLS-szel, az OTSH-val, és ott azt mondták, hogy részükről teljesen oké, ők aláírják a papírokat, itt a Videotonnál próbáljak meglépni. És akkor én itt említettem a vezetőknek, hogy hát lenne ez a lehetőségem, hogy én is kiszerződhetnék külföldre, hogy tegyék már nekem lehetővé ezt. Hát már 31 éves elmúltam, más olyan sok játék lehetőség nincs számomra, hogy próbát tehessek külföldön is. És akkor hallgattak semmi, és akkor utána rákérdeztem még többször, és hát, mint utóbb kiderült, ugye a vezérigazgató, a papelvtársnak a hozzájárulása kellett ehhez. Most akkor kértem kihallgatást az igazgatótól, a vezértől, és akkor hát ott beszélgettünk. Hát a lényege az volt, hogy mit akarok én kinn a kapitalistáknál, hogy engem ott megesznek. Hát mondtam, hogy hát tessék ezt rám bízni, hogy ha lehetőség van rá egy mód, akkor szeretném, hogyha kiengednének, aztán majd ott én valahogy elvergődöm. Természetesen ugye kaptak volna értem valami anyagi világos pénzt is, de hát aztán a vége az lett, hogy nem engedtek el. Tehát ez egy fájó pont. Nyilván. Hát fájó pont, igen, és akkor aztán jöttek olyan visszhangok itt, ugye előtte nősültem én, a családdal kapcsolatban, mivel a feleségem akkor vendéglátóiparban dolgozott, tehát akkor ugye meg volt a vélemény a vendéglátós hölgyekről, hogy milyen előéletük van, aztán ez már hogy annyira eldurvult ez a szóbeszéd, hogy mondtam, hogy akkor köszönöm szépen. És jött az Újpest. Az Újpest egy, én azt gondolom, ha néhány esztendővel azelőtt történik, tehát nem 30 felett, akkor az kerekítette volna a pályafutásodat, bár így is kerek volt szerintem. De az újpesti időszak, abban természetesen azért volt siker is, viszont számtalan sérülés, hogy nem tudtál kiteljesedni. Igen, ugye hát végül is, amikor ez a külföldi dolog nem sikerült, akkor felköltöztünk Budapestre, és a Fazék Lacinak az édesapjával a baráti társaságom nagyon jó viszonyt ápolt, és megtudták ugye, hogy én eljöttem Fehérvárról, rögtön megkeresett az édesapja, hogy a Dózsába akkor menjek. Hát mondtam, hogyha tudnak segíteni nekem abban, mert abban az időben ugye az volt, hogy a klub nem adta ki a játékost, akkor két évet ki kellett várni. És akkor mondtam, hogyha el tudják intézni, hogy a Dózsa leigazol, akkor természetesen én is megyek, mert azért még szeretnék játszani. Most a dolog pikantériája, hogy másnap megjött a Vasas, a Bundzsák Dezső bácsiék, ő volt akkor az edző, hogy menjek oda. Hát mondtam, hogy ne haragudjanak, de előző nap elég érkeztem már Dózsába. Amennyiben a Dózsa nem tudja elintézni, és a Vasas igen, akkor természetesen megyek a Vasashoz. Az előzőkből kifolyólag, hogy azért még szeretnék játszani.
Aztán ment a húzavona, és végül is aztán azt, én úgy tudom, hogy a Benkei, a belügyminiszter közbelépésére végül is nem kellett a két évet kivárnom, de különböző feltételekkel, hogy nem játszhattam itt a milyen mérkőzéseken, meg ha külföldre szerződnék, akkor a fele összeg a Videotont illeti. Így aztán aláírták, így lettem aztán igazolt játékos a Dózsának. Milyen volt az a lila-fehér időszak? Hát sajnos akkor már az a nagy Dózsa, aki ugye sorozatban nyerte bajnokságokat, és kupákba is szerepelt, az már szétszélett. Egyrészt igazoltak külföldre, máshova mentek, abba hagyták, ugye, mert kiöregedtek már. Tehát a nagyok, nagy nevek közül, hát a Törőcsik maradt ott, ugye, a Sallós Bandi, a Tóth Andris, a Fekete Laci, lényegében a többiek azok vagy abba hagyták, vagy pedig külföldre mentek. De még azért így is elég szép eredményeket értünk el, hát kétszer nyertünk Magyar Kupát. Magyar Kupát. És ugye ráadásul ott, az egyiket ugye a Vidi ellen. Igen, pont a Videoton ellen. És volt abban az időben ugye az UEFA Kupa, ott egészen az elődöntőig sikerült menetelnünk az ominózus Aberdeen elleni mérkőzésen, ahol itthon 2-0-ra nyertünk, kinn a rendes játékidőben 2-0-ra vesztésre álltunk, és a hosszabbításban sajnos kikaptunk, rúgtak gólt, és így nem kerültünk a döntőbe. Mikor érezted úgy, hogy itt a búcsú ideje? Hát ez alatt az időszak alatt, amikor a Dózsába játszottam, ahogy említetted is, jött-e sajnos a sérülések. Előtte semmiféle sérülésem nem volt, hála Isten, elkerültek. Amikor oda kerültem, a második mérkőzésen azt hiszem a Honvéd ellen játszottunk, és a Weimper Pistával felugrottam fejelni, és a leérkezésnél rosszul érkeztem, meg egy kicsit úgy meg is csavart a Pista az elvegőbe, és ahogy leérkeztem a lábra, megtekeredett rajta, és éreztem egy roppanást. Egy porcot kaptam, és hát sajnos mivel belügyi csapat voltunk, ugye nem a sportkórházba vittek be, hanem a belügyi kórházba. Ott meg szerintem még nem csináltak ilyen porcműtétet azok az orvosok, akik engem operáltak. Lényeg, hogy nem sikerült az operáció, a műtét után ugye rehabilitáció dagadt a térdem állandóan, minden nap mentem be, leszívták, és akkor hát egy pár hét után mondtam, hogy hát én szeretnék a sportkórházba bemenni. Akkor az Ebben Ernő bácsi volt ennek a nagy tudora, és megnézte, hát meg volt a véleményem az operációról, mondta, hogy még egyszer meg kell csinálni. És akkor ő aztán megcsinálta, de hát ezzel majdnem egy év elment. Igen, hát akkor nem atroszkóp volt. Nem, hát akkor vágták, és a rehabilitáció az fél évet ki kellett várni a javulással, nem úgy, hogy két hét után már ugye lehet edzeni, mint ma is, vagy mostanában. Tehát ez elég sokat kellett. Utána pedig az Achilleszem volt egy olyan, hogy nem szakadt el, hanem az inn az hüvelyjel összenőtt, mert az a folyadék, ami kettő között volt, az valahogy eltávozott és összenőtt. Úgyhogy itt, amikor az UEFA kupába játszottunk, akkor már úgy játszottam, hogy mérkőzés előtt is, és szünetbe is injekciót kaptam az Achillesbe, érzéstelenítőt, hogy ne érezzem a fájdalmat, de hát mondták, hogy meg kell csinálni, mert ebből nagyobb probléma is lehet. Nehéz volt a búcsú? Hát úgy helyre tettem magamba. Egyrészt 36 éves voltam, másrészt a sérülések, ahogy jöttek, és hát mondtam, hogy ez se nekem, se a csapatnak nem jó, nem biztonságos. Ugye számítanának rám, én nem tudom hozni azt, amit én is szeretnék. És így végülis eldöntöttem magamba, és megbeszéltem a klubbal is, hogy akkor szezon végén akkor én befejezem. Ott maradtam még, mint junior vezető, tehát junior csapatnak a vezetője, két évig a Dózsánál. Csak hát Peckhamre, ugye hát mint belügyi csapat, volt egy főnöke ugye az embernek a sportklubon belül, és volt egy a belügyön belül is. Na most, hát nem mindig találkozott a két embernek a elvárása,
egymással velem szemben, és hát most akkor melyiknek tegyen az ember jót, vagy melyiknek, vagy ha végre az utasításait, vagy kéréseit, és aztán így őrlődtem egy darabig, és akkor mondtam, hogy köszönöm szépen, akkor ezt én itt visszaadnám. Ha összegezzük, akkor én azért elmondhatom, hogy nem csak a szurkolók szeretete okán, hogy kerek volt a pályafutásod. Bár hiányoznak a bajnoki címek, meg az olimpiai bajnoki cím, de ennek ellenére azt hiszem, hogy ma is elismeri mindenki azt a tudást. Ez megerősít téged, hiszen azért láthatjuk, hogy a régi nagyok mindig fontosak ma is. Hát igen, mint említettem ugye olimpiával kapcsolatban, hogy elvárás volt az aranyérem, és csak ez is sikerült. Akkor tényleg nekünk is óriási nagy csalódás volt, de aztán ahogy teltek, múltak az évek, egyrészről, hogy sajnos azóta sem sikerült ugye a válogatottnak hasonló eredményeket elérni, vagy megközelíteni, így egyre fényesebb és szebb ez az érem, tehát ez is egy kicsit úgy rehabilitálja az egésznek a lefolyását. Meg az, hogy azért egyrészt mi szerettük nagyon egymást a csapatba, és mindent megtettünk egymásért, és tudtuk egymás mozdulatából, hogy mit akar csinálni. És ez egy olyan jó közösség volt, hogy ha bár ritkán utóbbi időben, de amikor találkozunk, az óriási nagy élmény, és tényleg nagy szeretettel gondol az ember vissza azokra az időkre, amikor ha csak ezüstérmet is, de azért egy nagyon szép korszakot csinált az ember és zárt le. Mit kívánhatunk neked? Hát elsősorban egészséget, hogy az legyen, aztán a többit már van, hogy az ember saját maga behozza, hogy most akkor jó egészséget, mosolygós szép napokat kívánok. És azt hiszem, hogy a fehérváriak nevében, minden fehérvár, és nem csak futballszurkoló nevében. Örülök, hogy megtiszteltél bennünket. Köszönöm én is a meghívást, és mindenkinek jó, szép további életet kívánok én is. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Kovács József volt, az egykori kiváló labdarúgó. Köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.